Nagy volt az izgalom szülőben és gyermekében egyaránt a mai reggel. Nem csak azért, mert véget ért az őszi szünet, mától új helyszínen a Szentnegyedben folytatja a tanévet a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola. Mint arról korábban beszámoltunk, az Oktatási Intézmény Bartók Béla úti épületét Európai Uniós pályázatból felújítják, ezért szükségessé vált a költözés. Az igazgató azt mondja, bár számított a kisebb gondokra, végül rendben elkezdődött a tanítás. Vezető kollega társammal bent voltunk már reggel 6:30, hogy fogadjuk a gyerekeket, de nagyon szépen indult a napunk, a gyerekek elfoglalták a tantermeket, a visszajelzések azt igazolják, hogy jól érzik magukat, különösebb problémánk nem volt a mai reggelen. A gyermekek nagy örömmel számoltak be első napjukról. Nagyon tetszik, meg nagyon jó helyünk van itt, és szerintem ez így jó lesz. Mert hogy utána visszamegyünk az iskolába is, az még szebb lesz. És itt is szép időket fogunk átölteni. Nagyon tetszik, nagyon szép le van festve, a padok is szépek, és szinte, mintha nem is költöztünk át volna sehova, hanem ugyanúgy néz ki, mint az előző termünk. Semmi se változott. Nem volt furcsa, hogy reggel más helyre kellett jönni? Hát egy picit furcsa volt, de egyébként jó. Néhány általános iskolás fiatal kora ellenére szinte nosztalgiázott stábunknak. Hát nekünk jó, mert Bencével mi ide jártunk Abiba. Csak nem ebbe a terembe. Igen. És utána bezárt, és most újra itt vagyunk. Hát igen. Szóval már ez úgy nagyjából megszokott hely. Az új helyen működő Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola vezetői arra törekedtek, hogy lehetőleg minél koncentráltabban tudják elhelyezni az osztályokat. Így a több mint 350 tanulónak továbbra is biztosított az oktatás valamennyi feltétele. Az idei tanévet már ezekben az épületekben fejezik be a gyerekek.